televízió az emberiség történetének leghatalmasabb kommunikációs eszköze. Már a kezdetek óta nélkülözhetetlen részese életünknek, és otthonainkból irányít bennünket. Ám egy ember mégis képes volt térdre kényszeríteni ezt a médiát. A neve Vic DeSalvo. Róla szól ez a történet. Danny DeVito, Balázs Péter. Rhea Perlman, Pálos Zsuzsa. Karrier mindenáron. Az ott Lucille Bellháza. Imádom Lucille-t. Danny Tomászé pedig pont a sarkon áll. Emlékszel az agyhelyet a papának? Igen, persze, hogy emlékszem, főnök. Menjünk, vegyük le egy kis cukorra, Bob Newhartot. Nincs cukor, főnök. Vagy inkább egy kardon tejre, Lonnie Andersont? Miért? Az is elfogyott. Anyám oda néz. Állj csak mellé, Bruno. Hello, Vic DeSalvo vagyok, nem bánja, hogy bemutatkoztam? Nyalt ki. Ezt remekül csinálta, főnök. Igazán remekül. Ez káprázatos, Bruno. Vérbeli DeSalvo. Jó kis sztori, ugye, főnök? Valódi remekül. A médiát ugranak majd érte. Mi, főnök? Ott van egy páva. Jó, akkor állj félre. Ezek már zsákban vannak. Sose feledd, ebben a városban első a bizalom. Fényképezte Timothy Sarster. Te csak várj itt, Bruno. Zene David Sperr. Nem fogadunk önként benyújtott kéziratokat, de ha fogadnánk, akkor sem a magáét. Hölgyem, el fogja fogadni, és azt is megmondom, miért. Biztonságiak? Jól van, fiúk, csak szépen óvatosan. Megyek magamtól is. Na, csak 150-et keresek. Mi, főnök? Engedjék el, éjjel, vegyék le róla a kezüket. Hadd csak, Bruno. Melyik tetszett nekik? A nézők nem vevők olaszokra, zsidókra, meg puertorikóiakra. Az alkoholisták, a buzik. Idén az a sláger. Nem értek egyet a karakterekkel. Talán szimpatizál a nácikkal. Vic, ezt azért mondom neked, mert bírlak téged. Nincs semmi jövőd ebben a szakmában. Álljatok le rólam! Írta Tim Mulholland és Michael Berry. Hogy ment, főnök? Sinem vagyunk, Bruno. Menjünk innen. A szenátor és a tolvaj pénteken az agyegy ötös után itt az NBC. Nem tudom, Bruno. Ilyen gyökerek kapnak műsort, én pedig képtelen vagyok eladni egy sorozatot. Ezek mind illettársak, fogalmuk sincs a kultúráról. Az biztos. Rendezte Danny DeVito. Jó napot, uram! Szevasz, kép, bizony! Már annyira vártam! Kész felfordulás van itt! Először a festők, utána a lakberendező, kész agyvérzés! Az kép, ez káprázatos! Első osztályú, pontosan ilyenre vágytam! Tökéletes másolata a Las Vegas-i aranyrök kaszinónak! Köszönöm, uram! És hol a bátyám? Az emeleten, az odujában! Jól van. Ali!
Hogy veszíthettél el egy 12 tonnás olajtartályt? Ki hagyja járva a motort, amikor húgyozni megy? Nem érdekel, kerítsd elő, értetted? Találd meg! Te meg egész napra eltűnsz, amikor a cég a cső szélén áll? Néhány fontosabb üzleti kapcsolatot ápoltam. Igen? Ne tévesz szem elől, hogy a fuvarozási vállalat fizeti ezt a helyet, beleértve a te 300 dolláros titkárodat is. Skippet hagyjuk ki ebből, ő csak a megfelelő munkakörülményekről gondoskodik. A megfelelő munkakörülmények New Yorkban vannak, és már rég ott lenne a helyünk. Jaj, neked már megint oké, tesó. Te is tudod, hogy a szórakoztató ipar a vérrendben van. Emlékszel, amikor megjátszottam, hogy zöldségmérgezést kaptam? Igen, 6 éves voltál. Utána 2 hétig ünnepeltünk, mert megettél egy brokkolit. Jól van. Tudod, hogy mindig szerettem az emlékeimből élni. Figyelj rám, Nick. Én nagyon szeretlek, és nem akarok neked fájdalmat okozni, de értsd meg, hogy a kutya sem fogja megvenni a forgatókönyveidet. Kit érdekel egy teljes sorozat Nuncióról, a Striciről, vagy a Bajonett Szappan opera? Jól van, hagyjuk a művészetet. Írtam egy modernebbet, egy hétköznapit, az a címe, hogy Ülj le, édes. Nagyon kellendő, már egy tucat tévés szerződést kaptam. Cicik, őrültek, selyemfiúk, szex, poénok, minden. Tényleg baromi hétköznapi ráadásul. Csinálj, amit akarsz, nem érdekel, de ha nem adsz el valamit sürgősen, hazamegyünk. Szia, Vic bácsi. Szia, Rich. Megengedett, hogy Bruno elvigyen az aerobik edzésre? Aerobik? Mi a franc ütött ebbe a családba? Egy hónapod van! Persze, Rich, menjetek csak. Köszönöm, Vic bácsi. Értse meg, Miss Kester, nem kerestem volna meg, de egy kicsit bajban vagyok. Véleményem szerint valamit nagyon elszámolhattak a nézettségünkkel kapcsolatban. A Szenátor és a Tolvaj messze a legjobb sorozat idén-nyáron, és képtelen vagyok megérteni, hogy jöhetett ki az a nézőszám. A statisztikánk szerint 2,2%-os hiba lehetőséggel dolgozunk. 0%-os nézettség? Több mint 1500 előfizető közül egyetlen egy sem kapcsolt oda. Egy szóval, senki sem nézte. Ez az a pont, ahol téved. Különben hogy lehet az, Miss Kester, hogy naponta több száz levél és észrevétel érkezik a nézőktől a sorozattal kapcsolatban, ha egyszer senki sem nézi? Pedig a nyilvántartásunkban ez szerepel. Nyilvántartás? Na látja, éppen ezzel van a baj a rendszerükben. Nem küldik el a kérdő íveket árvaházakba, se kórházakba, se börtönökbe, pedig éppen ezekről a helyekről kapjuk a legtöbb visszajelzést. Mr. Braithwaite, akkor is reklamálna, ha a műsorai az első 10-ben lennének? Nem, Miss Kester, nem tenném. Mert alig, hanem megdöglenék az örömtől! Egy újabb boldog ügyfél. Ó, Mr. Van der Gerdel, olvasta a jelentésemet? Tudja a telefonügyeletről, ami növelni az információkészletünket. Ó, igen, hogyne, fogjon csak hozzá, Francine. Nekem most fontos megbeszélésem van, Miss Pánroja. Máris. A világért sem zavarnám a megbeszélésüket, drága látos titkárnőjével. Szeretettel az NBC első számú kedvencét, az 1-1-5-öst 40 kilónyi vicc tömegét, Woodrow T. Brown! Hát egyet
életemben nem láttam ennyi fehér ember. Egy se. Úgyhogy adj egy ötöt. Ezért viszont már egy tízes jár. Azért vagyok itt ma este, hogy bemutassam házigazdájukat. Ugye nagyjából sejtik, ki következik. Az NBC műsorigazgatója, Mr. Parker Braithwaite. Szorítsák össze fogaikat. Bár még sokukat nem ismerem, nagy önbizalommal tekintek a jövő kihívásai elé. Mert pontosan tudom, hogy az önök segítségével az NBC újra felemelkedik a legnagyobbak közé. Aha, az biztos. Úgyhogy, vágjunk is a közepébe, és mint egy előzetesként tekintsék meg, mire is számíthatunk szeptemberben, hogy végre beindulhassunk! Nap mint nap szebbnél szebb aerobik oktatókat láthatnak a Santa Monica-i egészségklubból. A hősnőket! Sokan nem tudják, de a hősnők valójában a CIA védelmi rendszerének egyik kódnév alatt működő titkos szolgálata. Ez a nőkből álló elit alakulat hivatott megvédeni az Egyesült Államokat a külső betolakodókkal szemben. Oldalukon vezetőjükkel és egyben testőrükkel. Ők Labor és a hősnők! Hogy mit tesz Gary, amikor nem sorozzák be a seregbe? Nos, a legjobb megoldást választja. Csatlakozik a kisegítő alakulatok női szakaszához, és így lesz kanos. A kanos egy röhögő görcs járvány, a tetőn át terjed majd. Nekik mondja, senki sem nevet rajta. Ezt senki sem állhatja meg nevetés nélkül. Szeptembertől az Ezt jól megcsináltam szerzőjétől műsoron a kanos. Ettől garantáltan falnak mennek. Készüljenek fel a Sörivók producereinek legújabb családi drámájára, melyet büszkén mutat be az NBC. A sorozat mindannyiunk számára aktuális és megrázó élményeket vonultat fel. A történet olyan emberekről szól, akik akkor is keményen dolgoznak, amikor mások még alszanak. Hajnali tisztogatók! Kiknek minden reményük, álmuk és félelmük ott rejtőzik a nagyvárosok koszos sikátoraiban. Ők Rodriguez a cinikus, Jason a kezdő és Wexler a poéta. Hamarosan az önök kedvencei lesznek, mert minden bájukkal és lelkiismeretükkel a nézők szívét célozták meg. Találkozzanak hetente a hajnali tisztogatókkal, és talán egyszer az önök utcájában is megfordulnak. Tapsolj már, te kecske! Mr. Vic De Salvo. Mr. Vic De Salvo. Telefon Mr. Vic De Salvónak. De Salvo. Hubi, erre gyere, én vagyok az. Igen, hogy is felejtettem? Nagyon köszi. Kérem. Mi van az ebéddel? Már 2 órája itt vagyok. Megnézem, mit tehet. Jól van, menjünk csak. Igen, központ, itt Vic De Salvo beszél. Egy bizonyos ki? Jó, nem bánom, kapcsolja azt az Ellen Oldát. Szevaszel! Pocsmin! Örülök! Átnézted a forgatókönyvet? Szóval tetszik! Nagyszerű! Igen, tudom, hogy Albert Schweitzer és Teréz anya nem igen találkoztak, de veled és Carol Burnett-tel a főszerepben a CBS azonnal ráharapta a sorozatra. Ki az a De Salvo nevű pali? Ismernem kellene? Szevasz! Minél ismertebbek, annál kedvesebbek. Valami fontos. Elnézést. Tessék.
otthon hagytam a szemüvegemet. Ön szerint hamis? Honnan tudhatnám? Százezerért nem sokat kap az ember manapság. Újabb telefonhívása van, Mr. DeSalvo. Ide kapcsolom. Most mondják meg. Ez az átka valaki ismert tévéproducer. Sosincs egy szabad perce. Helyes csengedjük. Tessék? Johnny? Johnny kicsoda? Ja, Johnny Carson! Ez meg mit akarhat? Hé, főnök, hogy haladunk vevők rá? Már elkapkodták tőlem, mint a vatta cukrot. Mit szólna ezen túl Sylvester Stallone kerezni? Illenik van egy Stallone. Adrian! Ez már valami. Na jó, ide figyelj. Johnny, jó, majd akkor elmegyünk teniszezni. Megígérem. Majd, igen, felhívlak. Hívlak, viszlát. Egyszer mentettem meg a karrierjét, azóta sem hagy nyugodni. Nos, talán színésznők, mert lenne néhány szerepben. De nem nektek. Az étlap, uram. Köszönöm, Márus. Isteni ez a süti, mondhatni valóságos költemény.